A Jászmény Szarui születésű író és rendező három dokumentumfilmet forgatott a Csángó és a székely emberek életéről, amelyek közül az első a Csángó Zsoltár nevet viseli. A film az elzárt hegyekben élő csángók életét mutatja be, ahová a Nemzeti Kamara Színházzal érkezett az írónő. A fesztivál díjas film a szerző szerint nem csak a magyar kortársakra volt nagy hatással. Kérdeztem aztán a szünetben, a vetítés szünetében a németektől, angoloktól, olaszoktól, hogy ők miért könnyeznek a filmen, hiszen egy árva szót nem értenek belőle. Tehát, hogy őket miért hatotta meg, és azt mondták, hogy őket az hatotta meg, ahogyan a magyarok a nemzettestvéreikért könnyeztek, és hogy a szívük mennyire ott volt a film alatt ővelük, tehát ők ezért élték meg tulajdonképpen ennek a filmnek a kicsit drámai vonatkozását. Faragó Anna Mária legutolsó filmje a csíkmenasági székelyek tartásáról, valamint az emberi és nemzeti összetartozásról szól. Bemutatja a székely emberek humorát, örömeit és könnyeit is. A filmet hamarosan bemutatják az Uránia Filmszínházban. Az írónő elmondta, az ő szívének azért kedvesek ezek az emberek, mert az anyaországtól való elszigeteltségükben és elzártságukban is őrzik magyar gyökereiket és hagyományaikat. Az előadáson az írónő beszélt még a Háború és Lélek című történelmi és családregényről is, amiben az írónő nagyapja történetén keresztül tárja fel a szovjet kényszermunkatáborok világát. Gerincét a szovjet kényszermunkatáborokba elhurcoltak története adja, hitről, hűségről, szerelemről, emberi tartásról, mindarról, ami az életünk, a hétköznapjaink része, amely érzések és emberi tulajdonságok nélkül az életünk nem lenne teljes. A könyv egyébként a Jászságban játszódik, de van 60-i vonatkozása is, mégpedig a II. Világháború idején szétbombázott 60-i pályaudvar, a helyszíne egy bizonyos jelenetnek a könyvben. A drámai regényt átszövik a szerelem szála is, a két főszereplő házasságát egy világrend széthullása és erkölcsi értékeinek megrendülése teszi próbára. A főszereplő a szovjet kényszermunkatáborban küzd életéért, több év után tér haza, de drámája itthon is folytatódik. A megrendítő eseményláncolat ellenére a regény végső kicsengése pozitív, derült ki a könyv bemutatón.